Szeretettel üdvözlöm a sajtóképviselőit szokásos havi sajtótájékoztatónkon, és ha április, akkor talán nem is kell mondanom, hogy első és legfontosabb témánk az, hogy beszámoljunk önöknek a felvételi jelentkezések alakulásáról. Ez lesz első témánk, de visszatérve arra, hogy április van, természetesen az Eszterházi Napok rendezvény is ebben a hónapban kerül megrendezésre, ahogy minden évben az EGRI főiskolás napok is és a főiskolai állásbőrze is, valamint beszámolunk még ma önöknek egy nagyszabású kongresszusról, amelyet a főiskola magyar nyelvészeti tanszéke szervez, és amelyre számos vendéget várunk ide az intézménybe. Az első témánk tehát a felvételi jelentkezések, a szó Lőrincné Till Katalin oktatásfejlesztési rektor helyettesé. Szeretettel köszöntöm a sajtó képviselői. Igen, szép adatokról tudunk számot adni. A felvi.hu weboldalon az Oktatási és Kulturális Minisztérium közzétette az adatokat, és ebből az derült ki, hogy az idén jelentősen nőtt a tovább tanulni szándékozók száma az Eszterházi Károly Főiskolán. Néhány számadatot mondanék. Egyrészt a 2008. évi adatokhoz képest 50%-kal többen jelölték első helyen az EGRI intézményt, amely mindenképpen örvendetes. Hát ugye részben köszönhető ez az adat annak is, hogy a mesterképzés igazából most indult, és az Eszterházi Károly Főiskolán szerencsére jó néhány szak, összesen 22 szakképzettség került akkreditálásra. Összesen 6546 jelentkező nyújtott be 11320 jelentkezést, ugye második helyen és harmadik helyen is meg lehet jelölni az intézményt, ebből adódik ez az eltérés a számukban. Tehát minden jelentkező, ha jól számolunk, akkor átlagosan két EGRI képzést jelölt meg a jelentkezési lapján. Most itt igazából a legfontosabbak az első helyes jelentkezők, és ezeknek a számoknak is nagyon örülünk. Az első helyes jelentkezők 3317-en vannak, akik gyakorlatilag úgy oszlanak meg, hogy 24 mesterképzésre, ebből 22 a tanári szakképzettség, és 2 a disziplináris mesterképzés. 28 alapképzési szakra adták be a jelentkezésüket, és 13 felsőfokú szakképzésre. Hát itt azért a számok megoszlanak a karok és a szakok között. Nyilván vannak az idén is nagyon népszerű szakok, és az idén is vannak olyan szakok, ahol kis számú a jelentkezés, és itt a karok vonatkozásában sem teljesen egyenletes a képlet. Elmondanám azt, hogy ha a többi intézményhez hasonlítjuk az Eszterházi Károly Főiskola adatait, akkor két nagyon örvendetes dolgot ki lehet emelni. Az egyik, hogy az összintézményi rangsorban 8. helyen áll az Eszterházi Károly Főiskola, míg a pedagógus képzési területen, és itt a tanári mesterképzésre kell gondolni, első helyen áll az Eszterházi Károly Főiskola az első helyes jelentkezést illetően. Tehát ezt az első helyet úgy kell érteni, hogy még az eltét is megelőzi. Az első helyes jelentkezők száma a tanári mesterképzésre 947 fő, és hát ha az eltével hasonlítjuk össze magunkat, az 612 fő az eltén. Hát ez egyrészt nagyon örül ennek az intézmény természetesen, ugyanakkor ez óriási kihívás is. Tehát nagyon nagy feladat előtt állunk, hogy ennek a nagy kihívásnak meg tudjunk felelni, és a jövőben is biztosítani lehessen ezt a jelentkezési színvonalat. Ha a nappali és a levelező képzés arányát nézzük, akkor a levelező képzés emelkedett, tehát az elmúlt évihez képest 60%-kal többen jelölték meg a levelező tagozatos képzést, de a legnépszerűbb szakok tekintetében olyan túl nagy változás az elmúlt évihez képest nem történt. Továbbra is a gazdálkodási és menedzsment, valamint a turizmus vendéglátás, ugye ez egy viszonylag új szakunk, került az élre, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszak. A művészet közvetítés területén nagyon népszerű a képi ábrázolás.
A természettudományi karra érkezett a legtöbb jelentkezés érdekes módon, de nem a hagyományos természettudományos szakokra, hanem a sporttudományok és a programtervező informatikus alapképzési szakra, valamint a földrajz alapképzési szakra. A tanárképzési tudástechnológiai karon az andragógiai és a szociálpedagógiai alapszakok voltak a legnépszerűbbek, és hát a bölcsész képzés területén elmondhatjuk, hogy a számok szolidabbak, és továbbra sem kielégítő a jelentkezés a nyelvszakokra, kivételt képez az anglisztika. Szeretném még azt elmondani, hogy a mesterképzésre felvételit szervezünk. A felvételit július 1 és 8-a között fogjuk lebonyolítani. Ugye az alkalmasságot egy olyan 100 pontos rendszerben kell vizsgálnunk, amely már intézményi hatáskör, hogy milyen tartalommal töltjük meg. Motivációs beszélgetésre fogunk adni 50 pontot, tehát nem olyan típusú a felvételi, mint korábban volt, hogy írásbeli van, és külön szóbeli és tételhúzás, hanem elsősorban az jelentkező érdeklődését fogjuk vizsgálni, hogy mennyire elkötelezett az adott mesterképzés iránt. Az oklevél minősítése is bele fog számítani a felvételibe. Egy 8-as szorzóval maximum 40 pontot lehet összegyűjteni az alapképzési, becsülörös alapképzési diploma minősítésére, és 10 pontot lehet összeszedni többletpontokkal. Ezek egyrészt az országos tudományos diákköri eredmények, országos versenyek, vagy esetleg világversenyek a sportban, nyelvvizsga eredmények, hátrányos helyzet, gyermekgondozás, fogyatékosság. Itt a két szakképzettséget egyszerre kell majd vizsgálnunk, bizonyára ismeretes, hogy a tanári mesterképzés az kétszakos kimenetű, hogyha valaki a bolonyai típusú rendszerből érkezik. Az első szakképzettség esetében adott ez a 100 pontos motivációs elkötelezettség vizsgálata, a második szakképzettség esetében alkalmasságot megfelelt, nem felelt meg kategória alapján kell vizsgálnunk. Itt azt fogja az intézmény vizsgálni, és erre vonatkozóan már érkeznek a dokumentumok, hogy megvannak-e az úgynevezett bemeneti feltételek a képzéshez. Vannak ugyanis olyan mesterképzési szakok, ahol 50 kredites modult kell teljesítenie bemeneti feltételként a jelentkezőnek, vannak azonban olyanok is, amelyeknek nincs bemeneti feltétele, valamint vizsgálnunk kell azt is, hogy a 10 kreditnyi pályaorientációs pedagógiai pszichológiai modullal rendelkeznek-e a jelöltek. Még egy fontos dátumot szeretnék említeni, július 9-éig lehet bemutatni az intézményben a dokumentumokat, amelyek esetleg még nem állnak rendelkezésre. Tehát ha a diplomáját valaki július 3-án, 4-én szerzi meg, akkor 9-éig be kell mutatnia, hogy rendelkezik az alapképzési diplomával. De ugyanez a július 9-e minden egyéb kredit elismerési és nyelvvizsga bizonyítványa kapcsolatos dokumentumok bemutatásának legvégső határideje. Úgyhogy július 9-ével zárul igazán a felvételi időszak, és utána fogjuk tudni nyilvánosságra hozni az ezzel kapcsolatos adatokat. Köszönöm szépen! Köszönöm az információkat, és kérdezem, hogy a sajtónak van-e kérdése a témához kapcsolódóan. Amennyiben nincs, engedjék meg, hogy a következő témával kapcsolatban egy kis helyreigazítást tegyek. A konferencia szervezője az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kara és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, és a szervezőbizottság elnöke, a Bölcsészettudományi Karunk dékán helyettese és a Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetője dr. Zimányi Árpád, és a héten csütörtökön kezdődő rendezvényről ő fog részleteket elárulni önöknek. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Most ezt a bizonyos Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszust első ízben rendezi meg intézményünk. A 19. kongresszusról van szó, és eddig más felsőoktatási intézményekben, egyetemeken és főiskolákon tartották a korábbi konferenciákat. Ilyen nagyszabású tudományos rendezvény nyelvészeti szakterületen más nincsen. Hogyha csak a számokat nézzük, már az is mutatja ennek a szervezésnek is, meg a lebonyolításnak is a jelentőségét.
több mint 250 résztvevő várható, és az előadások száma 170. Az intézményünk és ezen belül a Magyar Nyelvészeti Tanszék az 1990-es években számos más, hasonló nagyszabású konferenciát is tartott. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy két évenként rendeztük meg az anyanyelvoktatási napokat, valamint 1994-ben, éppen 15 évvel ezelőtt a Nemzetközi Nyelvészkongresszust. Ez az előzőektől némileg különböző. Az alkalmazott nyelvészet azt jelenti, hogy olyan tudományterületek érkeznek ide, olyan tudományterületek képviselői, akik közvetlen kapcsolatban vannak a nyelvészeti diszciplínák alkalmazásával, mindennapi hasznosításával. Elsősorban az oktatásra, a tantárgypedagógiára és a nyelvpedagógiára lehet gondolni, és így a szakemberek egy része a felsőoktatási intézmények módszertanával és alkalmazott nyelvészeti ágazatával foglalkozik. De nem csupán az egyetemekről és a főiskolákról érkeznek munkatársak, hanem kutatóhelyekről, kutatóintézetekből, valamint középiskolákból és általános iskolákból is. A megrendezés egyrészt az Eszterházy Károly Főiskola, másrészt pedig a Magyar Alkalmazott Nyelvészet és Nyelvtanárok Egyesületének közös munkája, az utóbbinak közkeletű rövidítése MANYE. Amellett, hogy rendkívül gazdag szakmai program várható, a kísérő programok is hozzájárulnak a rendezvény sikeréhez. Mielőtt ez utóbbiakat említeném, elmondom, hogy több mint 10 szekcióban lesz előadás, 16-ot hirdettünk meg, és végül is 13 szekcióra jelentkeztek. Ezeknek a szekcióknak az egy része olyan, amely az oktatásban hasznosítható és sokakat érintő tantárgypedagógia, anyanyelvpedagógia, ahogy említettem, más része pedig ritkább, szűkebb tudományterületeket foglal magában, olyanokat, mint a kontrasztív nyelvészet, vagy nagyon érdekes és időszerű például az Európai Uniós nyelvhasználat, vagy kiemelek még egy kevéssé ismert területet, az úgynevezett gender nyelvészetet. A gender nyelvészet a társadalmi nem nyelvhasználatának vizsgálatával, a férfi és a női beszéd, írás, kommunikáció hasonlóságával, illetve különbözőségével foglalkozik. Tehát meglehetősen színes lesz a skála, és olyan fórumról lesz itt szó, amely nem csupán országos, hanem határon túli jelentőségű is, nem csupán hazai, hanem külföldi egyetemekről is érkeznek előadók és látogatók. A kísérőprogramok pedig jelentős kiadóink, a Nemzeti Tankönyvkiadó, az Akadémiai Kiadó, a Tintakönyvkiadó, valamint nem utolsó sorban intézményünk Líceum kiadója is könyvvárosítással egybekötött bemutatót fog tartani. Jelentős kerekasztalbeszélgetéseket szerveztünk, többek között a tankönyvek nyelvezetéről, vagy a szótár kiadás helyzetéről és a magyar tudományos nyelv állapotáról. Végül pedig a kötetlen programok keretében, maradva mégis némi szakmaiságnál, bemutatjuk a résztvevőknek intézményünk könyvtárait, a korszerű kutatókönyvtárunkat, a nagyarányú fejlesztéseket is be tudjuk mutatni, amit a könyvtárunkban lezajlott az elmúlt években, illetőleg megtekintik a résztvevők a Főegyházmegyei Könyvtár patinás gyűjteményét. A helyszín a B épület lesz, a megnyitó pedig csütörtökön 14 órakor kezdődik, a fővédnöke a rendezvénynek, városunk polgármestere Habis László úr. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az információkat, természetesen a kongresszus rendezvényeire önöket is szívesen látják a szervezők, és a konferencia részletes programjáról pedig a főiskola honlapján is tájékozódhatnak. Következő témánk a szokásos tavaszi ünnepi rendezvényünk, az Eszterházy nap, amely az idejében április 22-én kerül megrendezésre. A szervezés irányítója dr. Kistóth Lajos általános és fejlesztési rektorhelyettes. Megkérem, hogy mutassa be önöknek a rendezvényt, és tegye meg kiegészítéseit a kiadott meghívóhoz. Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit, és szeretném meghívni őket április 22-én
az Eszterházi napra. Immár több éve áprilisban megrendezésre kerül az Eszterházi nap, amelynek fő funkciója elindításakor is az volt, hogy azokat a partnereket az intézménybe vendégül lássuk, akik egész évben kitartóan velünk együtt dolgoznak, támogatják képzéseinket, támogatják intézményünket. És hát természetesen az ünnepélyes aktus alkalmat ad arra is, hogy különböző díjakat, kitüntetéseket átadjunk hallgatóknak, tanároknak, külső szakembereknek, támogatóknak. A program 9 órakor indul, ahogy látjuk, és lényegében három fő részre osztható. A szakmai program az innováció partnerség szakképzés címet kapta. Lényegében két modult foglal magába. Az első modul az hagyományosan minden évben megrendelésre kerül regionális szakképzési fórum. Van egy érdekessége ennek a szakképzési fórumnak, hogy első ízben szerepel rendezőként, illetve tartalmi felelősként az AgriaTISZK. Ugye egy korábbi sajtótájékoztatón beszéltünk róla, hogy létrejött Egerbe a második TISZK a főiskola konzorciumi vezetésével, és hát lényegében ez a regionális szakképzési fórum tartalmát most már ez a TISZK adja. Látjuk előadása a Heves-megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről, és Ringer Csaba, a AgriaTISZK projektvezetője tart előadást, és természetesen itt azt a közel 50-60 céget, vállalatot hívjuk, látjuk vendégül, akik egész évben különböző támogatási formákkal, elsősorban a szakképzési hozzájárulásukkal támogatják intézményünket. A második rész szintén egy nagyon érdekes program lesz, hiszen az Innostart Kft. Támogatásával jött létre, akik azt a célt tűzték ki, hogy olyan cégeket mutatnak be, akiknek a termékei még nincsenek a piacon, de igen jelentősnek tartják, és az ehhez kapcsolódó jó gyakorlatot is magában foglalja. Úgyhogy látjuk, hogy három ilyen bemutatkozó szervezet, vállalkozás van. Az egyik a mi főiskolánknak a Kft.-je, mégpedig dr. Kis Attila menedzser igazgató, az Eger Food regionális tudásközpontnak az igazgatója mutatja be azokat a funkcionális élelmiszereket, amelyeket itt az elmúlt időszakban kifejlesztettek, és hát ez az első magyar üzleti angyalhálózat próbálkozik majd azzal, hogy az itt megjelenő érdeklődők számára ajánlja ezeket a termékeket további hasznosításra. Látjuk, hogy két közeli régióból közeli partner, a Miskolci Egyetem és a Debreceni Egyetem hasonló vállalkozásai is bemutatják a termékeiket. Szerintem egy nagyon érdekes program lesz, úgyhogy a sajtó képviselőit is várjuk erre a programra, hiszen jó lenne ezekről a termékekről minél szélesebb körben hát tudósítani az érdeklődőket. A harmadik részében az Eszterházi napnak egy ünnepélyesebb aktusra kerül sor, amit egyébként minden évben megrendezünk, ahol különböző elismeréseket, díjakat adunk át. Az Oratórium Artium Pircerianum termünkbe, szép körülmények között kis kísérő programmal, és a díjátadást egy állófogadás zárja majd itt a terem előtt, és hát lényegében az Eszterházi nap ezzel záródik.
Befejezésül még egyszer nagy tisztelettel és szeretettel szeretném meghívni a megjelent képviselők, sajtó képviselőit, hogy ünnepeljenek velünk április 22-én ezen a nagyon tartalmas szakmai és felemelő díjátadási programon. Köszönöm szépen! Az Eszterházi naphoz kapcsolódóan még szeretném felhívni a figyelmüket a főiskola gyakorlóiskolájának rendezvényeire. Ezt a meghívó hátsó oldalán találják. Természetesen ezekre is minden érdeklődőt szeretettel várunk, és az önök megjelenésére is számítunk. A továbbiakban szintén egy áprilisi szokásos rendezvényről fogunk beszámolni önöknek. Ez a rendezvény pedig az EGRI Főiskolás Napok közismert nevén az EFEN, amelyet a Hallgatói Önkormányzat szervez meg minden évben, és ez ma már egy olyan ötnapos szórakoztató rendezvény, amely nem csak a főiskola hallgatóinak, hanem a város és a város környéke fiatalságának szól. A programokról Sas Dániel, a Hallgatói Önkormányzat elnöke fog beszámolni önöknek részletesebben. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel üdvözlöm a megjelent sajtó képviselőit. Ahogy azt már hallottuk, nagy szerencsénkre idén is megrendezésre kerül az EFEN. Ez április 27-től május 1-ig tart majd. Azért is mondtam, hogy szerencsénkre, hiszen tudni kell, hogy vélhetően ez az EFEN jelenlegi formájában az utolsó lesz a Líceum udvarán, hiszen nagy örömünkre komoly fejlesztésen megy át majd az intézmény ezen épülete. Amit a rendezvényről tudni kell, hogy ez ráadásul egy jubileumi rendezvény, hiszen ha az udvarbálokat is belevesszük, akkor ez a 10. olyan rendezvény lesz, mely az EGRI fiataloknak, az EGRI főiskolásoknak szól majd. Az idei évben is öt napos lesz, mi hangoztatjuk, hogy ez Kelet-Magyarország egyik legnagyobb hallgatói program együttese, amelyre közel 10 000 látogatót várunk, ahogy ezt tettük az előző években is, és ez így volt az előző években is. A rendezvény új helyszínekkel is bővül, belevettük a rendezvény portfóliójába Egerváros különböző szórakozóhelyeit is. Ugyanakkor az idei évben is sor kerül a hagyományosnak mondható rendezvényeinkre, ahol az összetartást próbáljuk erősíteni, ilyen például a kollégiumok közötti vetélkedő, és ismételten megrendezzük a középiskolák közötti vetélkedőt, amely nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon fontos eleme ezen rendezvénynek, hiszen szeretnénk bemutatni az Eger város középiskoláinak, a középiskolákba járó hallgatóknak, diákoknak, hogy milyen is a hallgatói élet itt az Eszterházy Károly Főiskolán, és egy picit szeretnénk neki közelebbről bemutatni az infrastruktúrát is ezekkel a vetélkedőkkel együtt. Megrendezése kerül még különböző vetélkedő és játék. Ezek mellett természetesen nem megyünk el a kulturális programok mellett sem, folyamatosak lesznek az előadások, valamint a szakkollégium a tavaszi művészeti találkozóját idén is az EFEN-en belül mutatja be, ami azt jelenti, hogy több mint 80 program, több mint 20 fellépő, és várhatóan 10 000 látogató teszi színesebbé az április végét. Hogy a rendezvényen fellépőkről is egy-két szót még ejtsek, ilyenek lesznek ismét, hogy Kispál és a Borz, Heaven Street 7, Supernem, Kabaré, Quimby, Republic, az EGRI Kerekesband, és természetesen még sokan mások, illetve a Duma Színház is bemutatja nekünk, hogy milyen is ma a stand-up comedy. Akinek természetesen kérdése van még az elmondottakhoz, vagy az EFEN-nel kapcsolatban, arra szívesen válaszolok. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és természetesen az EGRI Főiskolás Napok programja is elérhető interneten, tehát aki szeretne részleteket tudni róla, az a rendezvény honlapját és felkeresheti. Utolsó témánk tulajdonképpen szintén az EGRI Főiskolás Napokhoz kapcsolódik, hiszen április 28-án rendezi meg intézményünk, azon belül pedig a Főiskola Karrierirodája a szokásos tavaszi állásbőrze rendezvényt. Körünkben üdvözlöm Farkas Attillát, a Karrieriroda vezetőjét, és kérem, hogy mutassa be azt, hogy milyen programok várhatók majd az állásbőrzén. Köszönöm szépen, én is nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit. Az állásbőrzével kapcsolatban három területre szeretnék kitérni. Az első és talán a legismertebb ezek közül maga a kiállítási rendezvény, amely április 28-án kerül megrendezésre, helyszíne pedig a B épület lesz, a
főiskola beépület az egészségház úton. Természetesen minél több céget, vállalatot szerettünk volna ide meghívni, hogy minél nagyobb felületen találkozhassanak hallgatóink a különböző munkaterületek képviselőivel. Ki szeretném emelni, hogy sikerült meghívnunk az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központot és a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamarát is, mint kiállítójuk is jelen lesznek a rendezvényen. Emellett másik területe a felkészítő napok programsorozat, ami az állásbőrzéhez kapcsolódik. Ezt a programsorozatunkat ebben az évben már sikerült 2 naposra bővíteni. A teljességigénye nélkül néhány terület, amiről szó esik, hazai és külföldi továbbtanulási lehetőségekről lesz szó, hazai és külföldi elhelyezkedési lehetőségek, illetve betartandó szabályok, hazai vállalkozás alapítással kapcsolatos tudnivalókról lesz szó. Mindemellett a harmadik terület, amiről szeretnék egy pár szót szólni, ez a kiadványunk, melyet ebben az évben is az állásbőrze, mint egy támogatójaként szeretnénk megjelentetni. Ebben részletesen szó van a kiállítóként megjelenő cégekről, magáról a rendező szervezetről, illetve néhány hasznos álláskeresési tanácssal, tudnivalóval szeretnénk a hallgatóinkat segíteni. Minden programról, rendezvényről részletes tájékoztató olvasható a www.állásbörze.lktf.hu oldalon. Köszönöm szépen!